Kezdődik az egyenes beszéd, ezek lesznek a mai témák. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Ónodi Molnár Dóra, jelen újságírója, és Bokaev Zoltán, a Della Podcast műsorvezetője. Jó estét, szervusztok! Jó estét. Magyar Péter és Varga Judit, ezzel kell ma is indulunk, és egy picit összegezzük is a hetet. Van egy nyilvánosságra hozott hangfelvétel, van most már egy Varga Judit interjú, és van már arra is egy reakció. Mi látszik most, mi lesz, ami meghatározza a közbeszédet, mennyire tudja elvinni a hangfelvétel tartalmáról a hangsúlyt, a magánéleti szál. Egy picit beszéljük ezt meg, mit gondoltok erről? Amikor végigolvastam a Telexen ezt a kivonatot, és bele-bele néztem ebbe a videóba, amit Varga Judit adott interjút Hajdú Péternek, akkor két dolog nagyon világos volt. Az egyik, hogy nagyon valószerű az, amit elmesél Varga Judit. Én az eddigi tapasztalataim, újságírói tapasztalataim és szakirodalmi ismereteim alapján majdnem biztos vagyok benne, hogy teljesen valószerű, amit ő elmond, és ő valóban egy családon belüli erőszakban, egy aláfölé rendeltségi viszonyban, egy áldozati szerepben volt, és nagyon nehéz volt neki ebből a házasságból kikerülnie. Ugyanakkor egyszerre látom Varga Juditot elkövetőként is, egy olyan kormánynak a ökle volt ő, amely kormány nem volt hajlandó tényleges segítséget adni a családon belüli erőszak áldozatainak. Hiába beszélt arról, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálása az csak egy maszlag, és itt a törvények mindent biztosítottak ahhoz, hogy az áldozatokat megvédjék. Ez így ebben a formában nem igaz, amiket megvalósított a kormány ezügyben, azok nem voltak elégségesek, elmaradtak a képzések, és az, hogy milyen tragikus a helyzet, az azt mutatja, hogy azzal egy időben, amikor Varga Judit adta ezt az interjút, nagyjából azzal egy időben Tamásiban megöltek egy nőt, konkrétan az ex-férje, konkrétan úgy, hogy távoltartást kért tőle a nő, hogy az ex-férje ne kerülhessen a közelébe, minek utána kijött a börtönből, ahol egyébként azért volt, mert zaklatta és életveszélyesen fenyegette, és a törvényszék visszautasította a távoltartást. Tehát olyan szinten van képzetlenség a bírák között, a rendőrségen belül, és ez mind-mind részben Varga Judit felelőssége is, mert igazságügyi miniszterként nagyon sokat tehetett volna. És ami a legmegindítóbb volt nekem ebben a videóban, túl azon mondom, hogy abszolút följöttek azok a szakirodalmi, ismeretek, amiket tudok erről az egész történetről, hogy ez tényleg egy valós helyzet, amit ő leír ebben a házasságban. Ő itt sem tudta megállni, hogy pártpolitikai mezőbe tolja be ezt az egész témát, simfölte a nővédelmi szervezeteket, az áldozatvédelmi szervezeteket, a Nanét, a Patentot, sorosozott, migránsozott, genderezett, miközben olyan szervezetekről beszélünk, amelyek 30 éve dolgoznak azon, hogy tényleges segítséget adjanak, és megelőzzék a megelőzhető gyilkosságokat, mert a családon belüli erőszakban elkövetett gyilkosságok azok nem hirtelen felindulás, meg out of the blue egyszer csak megtörténik, hanem nagyon is jól fölismerhető jelei vannak, és megelőzhetők. Zoli, te mit gondolsz? Ugye most nagyon sokszor felvetődik, egyébként kritikaként leginkább a média felé, hogy hát, hogy eltolódik ebbe az irányba a közbeszéd. De biztos, hogy baj ez, hogy erről is beszélünk, mert most ezekről a dolgokról is beszélünk, amiket Dóri nagyon jól elmondott, és nem kellett teljesen külön venni ezt a két szálat. Mi egyébként próbáltuk itt egész héten teljesen külön venni ezt a két szálat, most a hangfelvételre gondolok nyilván, és a tartalomra. Nyilvánvalóan külön kéne venni a két szálat, de nem tud egyelőre szétszálazódni, együtt fut a két történet. Én azt hiszem, hogy eleget megtudtam most arra ennek a házasságának a hátteréről, sőt, azt hiszem jóval többet is, mint ami egyébként rám vagy ránk tartozna. Én most már azt várnám Magyar Pétertől, hogy folytassa a konkrét ügyek kiszivárogtatását, és azt várom a magyar kormánytól, hogy arra válaszoljon, hogyha tényleg igaz az, amit Varga Judit elmondott ebben a beszédben, hogy milyen terror alatt élt 16 éven keresztül, hogy mennyire meg lett nyomorítva lelkileg és mentálisan, akkor ugyan mit tette őt alkalmassá arra, hogy betöltse az igazságügyi miniszteri
posztot. Tehát a kiválasztása során ezt mérlegelték-e, figyelembe vették-e, nemzetbiztonsági szempontból vizsgálták-e, hogy mennyire befolyásolható állapotban van, és a hivatali ideje alatt, amikor igazán fokozódott rajta a nyomás Magyar Péter által, ezt állítja legalábbis Varga Judit, ugye nincsen erről biztos tudásunk, akkor hogy, és de ha igaz, amit a Fidesz is mondta, hogy 10 éve tudnak erről, akkor hogy ezt nem vették figyelembe, tehát hogy nem vonták vissza az igazságügyi miniszteri posztról Varga Juditot, mikor nyilvánvalóan, ha jól értem a történetet, nyilvánvalóan egy olyan teljesen instabil családi háttere volt, hát maga vallja be, hogy a felnőtt családos anyaként, igazságügyi miniszterként teszem hozzá, ő mászott be a saját szülei ágyába, a szülei közé ment aludni, mert annyira tartott Magyar Pétertől. Aki ilyen helyzetben van, ott erősen megkérdőjeleződik az ő teljesítőképessége, koncentrációképessége, döntéshozói képessége, a kompetenciái megkérdőjeleződnek, hogy valóban úgy tudja ellátni a kormányban betöltött tisztségét, ahogy ez egyébként egy alapelvárás. Há, millió kérdés van. Egyébként lehet, hogy fel lehet, bocsánat, majd tenni ezeket a kérdéseket, majd beszélünk mindjárt arról, hogy van új kormány szóvivő, mert hogy húsvét után elvileg majd visszatér Gulyás Gergés és lesz kormány szóvivő tájékoztató. Dóri, mindjárt tiéd a szó, még egyetlen egy dolog ezzel kapcsolatban, és tényleg mindjárt a tiéd. Egy idézet jön most Gulyás Gergelytől azzal kapcsolatban, hogy van-e közünk ehhez, vagy nincs közünk ehhez, ugye Zoli azt mondta, hogy már túl sokat megtudtunk ebből a kapcsolatból. Ugye ő reagált legelőször a hangfelvételre, és most sokan elsiklottak, ő azt mondja, kipokkadt a lufi, egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Erre, ugye, tehát a zavart látjátok-e ti a Fidesz kommunikációjában, amikor 2 nappal előtte semmi köze a közéletnek, és azután Varga Judit ad egy nagy interjút arról, hogy mi történt a családban. Pont erre akartam reagálni, hogy ha politikai kommunikációs szempontból nézzük ezt az ügyet, tehát most nem a családon belüli erőszak témát feszegetjük, akkor azt látjuk, hogy van egy miniszter, egy ex-miniszter, aki a miniszteri időszaka alatt, azt hiszem egyébként a harmadik vagy a negyedik legnépszerűbb Facebook oldallal rendelkezett, tehát az Orbán az első, Szijjártó a második, most még a Magyar Péter előtti időkről beszélek, ő eléggé beelőzött itt most a közösségi médiában, de hogy elég nagy eléréssel rendelkezett a Facebook oldalán is. Folyamatosan azt láttuk, hogy karácsonyi kalácsütés, közösen a férjével, meg a gyerekeivel, meg ilyen kirándulás, meg úgy össze vannak bújva, tehát hogy volt egy ilyen kommunikáció a családról. Azt kommunikálta a magyar választók felé, hogy minden nagyon rendben van, egy boldog családban él, illeszkedik a Fidesz család eszménybe, és mindent úgy végez, csinál, intéz, ahogy ezt a fideszes család eszmény elvárja. Emellett jön most be ez a videóinterjú, amiből kiderül, hogy azok, amiket korábban kommunikált, az mind hazugság volt. Kérdezem én, hogy akkor ő ezeket a kampányfogásokat a politikai hatalmi berendezkedésnek a megerősítésére használta, mert akkor miért ne gondolná az egyszeri állampolgár azt, hogy most is az történik, hogy kampányeszközként használja a saját életét, házasságát, gyerekeit, hogy egy politikai hatalmi konstellációt erősítsen. Tehát, hogy az emberekben nagyon erős kérdőjelek fogalmazódnak meg, hogy mikor mond igazat Varga Judit, akkor, amikor a mézes kalácsütő képeket láttuk, vagy most, amikor a terrorról beszél. Tehát, hogy szerintem, és akkor itt kapcsolódok a kérdésedhez, hogy a Rogán művekben most nem tudják, hogy mi a történet, és hogy ebbe a bulvár irányba próbálják kanalizálni az eseményeket, hogy ne a hangfelvétel tartalmáról beszélgessünk, de valójában egyébként ezzel megint a családon belüli erőszak áldozatainak rúgnak egyet oda, mert eddig se nagyon hittek Magyarországon az áldozatoknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen túl, hát... Magyar Péter reagálásáról mit gondoltok? Ő reagált most erre, jól tette, hogy reagált a saját szempontjából, vagy nem? Ugye azt mondja, hogy soha nem ütötte meg a gyermekeim anyját, ő viszont engem sokszor, hol ököllel, hol lábbal, volt, hogy tanúk előtt, volt, hogy zárt ajtók mögött. Szóval mit gondoltok erről? Tehát ez uralja a közbeszédet továbbra is, ha ő is reagál, jó, hogy reagált, vagy erre nem kellett volna reagálni? Magyar Péteren van egy megszólási kényszer, egyelőre más platformja nincs, hogy a követőivel tartsa a kapcsolatot, mint a Facebook jelenlét. A minden nap akár többet is posztol, ha más nem valami lelkesítő üzenet, egy versidézet, akármi, de ő most így kommunikál a követőivel, tehát ennyiben nem meglepetés, hogy reagált. Az, hogy beleáll ebbe az ügybe, és Varga Judittal párban,
tovább folytatják a szennyes kiteregetését, hozzáteszem, ez a bulvár legalja szintjét kezdi el elérni, és akkor itt már sokan elmondták, én is elmondom, hogy közben ott van 3 gyerek, akiknek meg ezt valahogy föl kell majd dolgozniuk a saját kis közösségeikben, tehát ez egy külön nagyon rossz irány ebben a sztoriban. De Varga látható, vagy a Magyar Péter láthatóan megpróbálja felvenni a kesztyűt, meg is lett azért szólítva abban a majdnem 2 órás beszélgetésben bőven, aminek során Varga jut egy ponton rögzítette, hogy egyébként nagyon nem szeret erről beszélni, nagyon rosszul érzi magát emiatt, de azért csak beszél majdnem 2 órán keresztül arról, hogy milyen volt a házasságuk. Úgyhogy amikor azt mondtam az előbb, hogy én Magyar Pétertől most már azt várnám, hogy folytassa a Fidesz számára kínos ügyek kiszivárogtatását, akkor arra utaltam, hogy ideje visszavinni a fókuszt az igazán ránk tartozó és fontos ügyekre. Ja, hát meglátjuk. Ezt mondjuk 6-án tovább viszi, tehát ugye 6-ára jelentette egy tüntetést, be a tüntetést. Most tüntetést, egyébként szerkesztő kolléganőm szólt, hogy most 1 perce vagy 2 perce posztolt egy újabbat, mert ugye éppen azt mondta Zoli, hogy nagyon sokat és folyamatosan posztol, mert így kommunikál a tüntetéssel kapcsolatban. Na de ugorjunk egy témát, mert hogy egyrészt volt kormányülés szerdán, amiről Mintha nem is lett volna. Tehát arra is vonatkozik a kérdés, hogy vajon mi történhetett ott. A másik pedig, hogy van egy új kormány szóvivő, Vitályos Eszterről van szó, aki úgy mutatkozott be, megtisztelő felkérés, párbeszéd, megértés a jóisten mindannyiunk felett Magyarország mindenek előtt. Szóval mit lehet tudni róla? Feladat lesz egy-két hét múlva. Amikor az volt a kérdésed, hogy a kormány hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet, akkor azért azt tényleg látjuk, hogy teljesen kifutott a talaj a kormány kommunikáció alól, sőt általában véve is a kormány alól. Tehát, hogyha visszagondolunk, hogy milyen ügyek sorjáztak az elmúlt időben, a kegyelmi ügy, az új alkotmánybírót kellett választani, meg ő is magával hozta a zűrös ügyeit, a Varga elkezdte kiteregetni a szennyest, magyar közben mozgósít több 100 000 embert, és akkor még nem beszéltünk a nagy ügyekről, hogy a költségvetésben nincsen pénz, külpolitikailag teljesen magunkra zártuk az ajtót, maradt Trump meg Putyin, mint 2 potenciális szövetséges, de egyébként az Unióban már senki nem áll szóba Orbánnal, tehát hirtelen a nyakukba szakadt kismillió ügy, és itt már látszik, hogy ezt már nem tudják kézben tartani. Annyi felé és annyiről kéne kommunikálniuk, hogy egyszerűen teljesen elvesztették a fókusz, hogy hogyan lehetne ezt úgy megfogni, olyan hatékonyan, hogy egyébként a kormány kommunikáció tud működni. Nem csak kommunikációs válságban vannak, hanem káderválságban is. Látszik, hogy Vitályos Eszterről nyilvánvalóan, hogy az ország nagy része nem tudja, hogy kicsoda, ahogy Zoli említette, amikor hirtelen Novák Katalint helyettesíteni kellett, és Novák Katalin föl volt építve, ő egy karakter volt, tehát kellett volna olyas valakit találni, aki valahogy ezt a karaktert helyettesíteni tudja, képtelenek voltak, Sulyog Tamásról azt se tudta a 3/4 ország, hogy kicsoda, micsoda, ráadásul kockázatos volt őt beemelni a korábbi nyilatkozatai miatt, tehát látszik, hogy ugyanez a helyzet az európai parlamenti lista vezetői helyel. Dajcs Tamás nem volt neki számva ez a lista vezetői hely, oda is egy felépített arc volt kitalálva, és hirtelen, hogy válságba került ez a történet, most odarakták azért, hogy kármentést végezzen, és valahogy megállja a helyét. Ezt látjuk a kormány szóvivői poszton is, ezt látjuk egyébként a főpolgármesteri jelölésnél is. Egy szép, borús péntek délután egyszer csak egy Facebook posztból megtudtuk, hogy Szentkirályi Alexandra lesz a Fidesznek a főpolgármesteri jelöltje. A Fidesz nem így szokott bejelenteni pozíciókat, meg embereket, amikor valakit jelölnek. Egyszerűen belökték ezt a nőt a porondra, hogy akkor majd 2 hónappal a választások előtt valamit majd csináljon, nem tudom milyen vármegyéket ígértek meg nekik cserébe azért, hogy ezt a furcsa szerepet elvállalja, de félretéve a viccet, tehát az látszik, hogy nincs. Amikor az ember ránéz a Fideszre, így alulnézetből, akkor az látszik, hogy ilyen óriási nagy konglomerátum és ilyen félelmetesnek tűnik, de amikor egy szemszöget vált, tehát egy másik perspektívából néz rá, akkor az látszik, hogy ez a konglomerátum elég vékony, tehát hatalmilag stabil, de nem nagyon tudja pótolni az elveszett káder. Nagyon látszik, hogy elfogytak a karakteres, közismert arcok, akiket az ilyen posztokra be lehet tenni. Megmondom őszintén, ismertem Vitályos Eszter nevét, de utána kellett kicsit néznem, hogy tulajdonképpen ki ő, melyik tárcánál milyen posztot tölt be, és rátaláltam 2 idézetre tőle, mind a 2 február 10-e utáni, tehát mikor már Novák Katalin lemondott, egy esküvői kiállításon azt mondta, hogy
Büszkék lehetünk a kormány családvédelmi intézkedéseire, mondta ezt a kegyelmi után, meg azután, hogy ők ezek szerint tudtak Novák, vagy arról, hogy Varga Judit házassága az hogyan zajlik. Egy másik helye meg azt mondta, hogy mi a családokért és a gyerekekért teszünk meg mindent, és ezt jó, ha ők is tudják. Tehát olyan célzott üzeneté voltak egy teljesen abszurd és lehetetlen helyzetbe, ami teljesen ironikussá teszi ezeket, vagy cinikussá teszi ezeket a megjegyzéseket. No, lett volna meg egy témánk, de már nem vágunk bele a mini Dubaj törvény, de hát ezzel jövünk. Balogh Somó mindjárt itt lesz a főpolgármester kabinet vezetője. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük.